Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a gyerekek nevében köszönöm azt, hogy eljöttek, és ezt a szép utolsó talán tavaszi délutánt velünk töltik. Én baleseti sebész vagyok, a Péterfi Sándor utcai kórháznak, most éppen annak a része az Országos Traumatológiai Intézet. Ebben az épületben dolgozom most már 20-valahány éve. A másik munkahelyem a mentőszolgálatnál van, ezeken a gyerek speciális mentőautókon dolgozom. Én azt tapasztalom, hogy amikor már minket hívnak, akkor már késő van. Akkor már valami baj történt, és épp az alapján én elsősorban az önök segítségét szeretném kérni, hogy én munkanélkül legyek, és ne kelljen nekem dolgozni. Tehát nagyon lustaságból jöttem el ide önökhöz. Gyerek bántalmazással kapcsolatban minden előadás ott kezdődik, hogy már a Bibliában is, de nem szabad elfelejteni, Magyarországon az alapvetően egy zsidó-katolikus hagyományokra terjedő ország, az eredendő bűnben lévő hibákat azt valamilyen módon meg kell oldani, a gyerekből ki kell nevelni a rosszat, a gyerek az rossz, időnként anyuka nagyon boldogan mondja, hogy az én gyerekem az olyan rossz, és erre úgy büszke. Mert hát az én gyerekemet nem lehet leültetni. Természetesen életkori sajátossága a kisdednek, hogy szeret szaladgálni, nagy a mozgásigénye, de ez nem rosszasság, ez a normál fiziológiai tevékenysége. Ez ugyanolyan, mint az ember időnként esténként álmos, és akkor alszik. De erre nem vagyunk annyira büszkék, de a gyerekünk rossz, arra igen. Furcsa dolog, hogy Magyarországon is nagyon sokáig divatos volt a szoptatós dajka, amikor elvettük a gyereket az anyától. Még amikor szerintem mi gyerekek voltunk, akkor is sokaknál volt pólya. A pólya az nem egy fiziológiás dolog, nagyon jól lehet vigyázni a gyerekre benne, meg akár 6-8 gyereket is ölbe lehet kapni a zápolónőnek, és ki tudja vinni a csecsemős nővér szoptatni a gyerekeket, mert sok gyerek elfér a kézben. De nem szabad elfelejteni, hogy ezek most oly divatos kendők, amivel hozzá kötjük a gyereket ide-oda magunkra, az sem annyira fiziológiás, abban sem lehet mozogni. Közel van az anyához, anya sok el tud menni vele dolgozni, de az a gyerek, a csecsemő természetes mozgáskészsége, hogy ő felfedezi a kezét, a lábát, elkezdi szopni bármi, ami kilóg a ruhából, meg megízleli, meg megkóstolja, azt a kendőben megint csak nem lehet. Tehát valami egyensúlyt kéne találnunk. Magáról gyerek bántalmazásról nem olyan nagyon régen beszélünk, a tanárnő erről kevesebbet beszélt, de a 1847-ben még csupán a New Yorkban is állatvédő liga volt, gyermekvédő liga csak később alakult ki, és egy radiológus kollega volt, aki 1946-ban leírt egy cikket, amiben felvetette, hogy gyerekeknek van combcsontörésük és koponyán belüli vérzésük, hát ha ez okozott sérülés. Nem mondta azt, hogy egy gyerek bántalmazás, csak felvetette ennek a lehetőségét, hogy ez nem véletlen. Magyarországon akár 50 évvel ezelőtt jelent meg az első cikk, nem olyan régen. Ezt a törvényt mondta a Herzog tanárnő, ez az a bizonyos gyermekvédelmi törvényben szóló dokumentum. Ebben nem csak az szerepel, hogy valaki nem lehet testileg fenyíteni, bár én múltkor voltam egy bírói konferencián, ahol nagyon komoly jogi vita alakult ki, nem tudom, van-e itt bíró? Nincs itt? Akkor nyugodtan szíthatom őket. Arról, hogy van egy családi fegyelmezési jogkör. És kénytelen volt az egész ülést vezető bírónő azt mondani, hogy ne haragudjon kollega, nézzen utána a hatályos jogtárban, hogy ez megszűnt. Tehát nincsen családi fegyelmezési jogkör. Nem lehet valakinek pofont adni, kicsit sem, meg tanítási célból sem. De nem lehet megalázó büntetésnek kitenni, vagy egyáltalán rossz bánásmódnak, ilyenről nem lehet szó. Az, hogy mi minősül embertelenségnek, vagy mi igen, erről még vitatunk nyitát. Én alapvetőképpen a fizikai bántalmazásnak és hanyagolásnak a jeleiről szeretnék beszélni. Természetesen tudom, hogy van pszichés, szexuális, van elhanyagolás, van a heroinista nőnek a gyereke, na, aki biztos, hogy bántalmazott, hiszen megszületik, ma azonnal metadont kell neki adni, másképp fizikai fájdalmai vannak. Az intézményi bántalmazás, az is az én szívem csücske, én is a tanárnőnél tanultam róla, de azt gondolom, hogy erről még beszélni kéne. Az elhanyagolás és a bántalmazás az ugyanaz. Az abused and neglect az angolul egy kifejezés. Nincs közte gyakorlatilag kötőjel vagy semmi dolog. Az etjel van közötte, de az egységet jelent. Mindenki, aki erről beszél, azt mondja, hogy minden olyan gyerek, akit például nem sikerül megfelelően megvédeni kiskori balesetektől, az bántalmazott. Most mindenki csak azt tekinti bántalmazásnak, hogyha hazamegy a részeg apa, és addig veri a gyereket, ami kék-zöld folt nem lesz rajta. Nem csak ez a bántalmazás.
És ebben kell talán szakembereknek is másképp értelmeznünk, de erről még beszélek. A számokról tanárnő sokat beszélt, én nem szeretnék itt idézni, de gyakorlatilag az ő közleményében szerepel az, hogy 1,5% a gyerekeknek bántalmazott. Itt a szembeli vizsgálatban hány gyerek jár? 700? Hát, hogyha 700 gyerekből így számunk, akkor 10 bántalmazott gyerek van benne. Tudjuk mind a 10-ről, hogy kik ők? Megtaláltuk? Ha nem, akkor holnap be kell menni és keresni kell őket, mert nekik segítségre van szükségük. Ez egy régi adatsor, de aztán nagyon jellemző, és sok dolgot megvilágítani, mint a tanárnő általánosságban említett. Az Amerikában a 3 millió bántalmazott gyerek közül 90 000-et ér szexuális bántalmazás, 2 000 bántalmazott gyerek meghal, 18 éves korukig a lányok negyede, a fiúk hetede szexuális áldozat. Ez az áldozat oldal. Mi ennek a hatása? Az elítélt gyilkosok 1/3 bántalmazott gyerek volt, és szinte minden börtönben töltött embernek valami kegyetlen bánásmód van a történetében. Ahogy explorálják a börtönben bezárt embereket, találnak 97%-ában valami rosszat az élet útján. Ez az, hogy a bántalmazott rossz emberré válik, és az, hogy a bántalmazott áldozattá válik, az azt mutatja, hogy a prostituáltak 80%-a, a női drogosok 50%-a szexuális áldozat volt valaha gyerekkorában. Ez, amit a tanárnő mondott, hogy mind a két dolog 50-50%-a lehetséges a bántalmazottal, vagy bántalmazó lesz, vagy áldozat lesz. De ez a konkrét megvalósulása talán így érthető. Nagyon régóta van szerintem gyerekbántalmazás probléma Magyarországon. Én 2001-ben egy amerikai professzortól hallottam egyáltalán róla. Ő megkérdezte, hogy nálunk van-e bántalmazás, én megmondtam büszkén, hogy nincs. Aztán megsimogatott és mondta, hogy majd megtalálod. Mi így jártunk Magyarországon, 2010-ben volt egy ombudsmani vizsgálat, azután kezdtek el hívni engem mindenhová. Én előtte is ugyanezeket az előadáson készen volt, és próbáltam egy-két helyen elmondani, nem nagyon érdekelt senkit. Az ombudsmani jelentésben jelent meg a Kovács Zsuzsa háziorvos doktorőnek az a véleménye, hogy Magyarországon 30 gyerek meghal bántalmazásban, a média ezt felkapta, azóta ezt mondják, nincsen más adat. És az UNICEF jelentés, ami egy évvel korábbi, mint az ombudsman jelentés, ő azt írta, hogy a magyar gyerekek 4%-a bántalmazott. Herzog tanárnő cikke az, ahol, hát persze ezek mehetett nyugodtan el, mert csak tőle idézek, hogy a bölcsődés gyerekek 12%-a, óvodás gyerekek 20%-a, és az iskoláskor végére a gyerekek 1/4 válik bántalmazottá. Most itt van egy probléma, hogy ugyancsak ebben a cikkben szerepel, hogy a látencia Magyarországon 1:3 vagy 1:25, hogyha 1:25 a látencia, és a gyerekek 4%-a bántalmazott, akkor minden gyerek bántalmazott. Tehát minden egyes gyerek valamiféle bántalmazáson esik át, ez meg természetesen túlzás. Hát akkor ez nem egy normális gondolatmenet, hiszen akkor ez így nem igaz. Csak néhány konkrétum. 2008-as év, 9 olyan 4 évnél kisebb gyerek volt, aki testi sértés miatt halt meg. Ez szó szerint azt jelenti, hogy őket agyon ütötték. Addig ütötték, amíg mozgott. Ezek bölcsödéskor, tehát 4 éves kor alatt. Van egy másik szám, ami egy hatalmas problémát jelent. Nézzék meg, az öngyilkosság, önsértések aránya az olyan 40-50 körül van, és hogyha megnézzük a halálozás statisztikákat, minden évben egyforma. Nem változik ez a szám. Ha ezeknek minden gyereknek endogén elmebetegsége van, tehát tudathasadásos elmebaja, vagy olyasmi, ami miatt ők nagyon nehezen gyógyíthatók, akkor ők nem jutottak orvosi ellátáshoz. Az előző életük, tehát 18 éves vagy 14 éves korukig, ami az elhanyagolás része. Én azt gondolom, hogy ez legalább akkora probléma, mint itt van, és tehát amint a médiában benne van, hogy naponta egy-két gyereket bántalmaznak, hogy havonta egy-két gyereket agyonvernek, naponta 8-10-et bántalmaznak. Ehhez képest az ellátórendszer az csak néhány 100 000 beteg vagy gyerekkel foglalkozik, nincs róla igazi adatsor. És nagyon-nagyon kevés, ami igazán intézkedés történik, mert van családonbeli bántalmazás néhány ezer, gyermekjogi szolgálati ügyszám az 13 000, hát hogyha 4% a gyerekeknek bántalmazott, hogyha jéghegy csúcsa az a 30 gyerek, aki meghal, akkor csak néhány 10 000 esetben van egyáltalán papír róla. A legegyszerűbb dolog. Nem vizsgálatot megkezdtük, környezetet végeztünk, nem találtunk semmit. Ez is benne van ebben a 13 000-ben.
Ez volt a bizonyos ombudsmani jelentés, ahol nagyon-nagyon elmaradtunk. Az egészségügyi intézmények 4%-ban jeleztek, és a házi orvosok csak 0,2%-ban. Az óvoda és az iskola az jelzi, de elsősorban azért, mert nem jár iskolába a gyerek. És ezt hivatalban jeleznie kell, hogy tanköteles, önkormányzat jelzi, és nem jelenik meg az iskolában, akkor elküldi a jelzést. Nem történik meg a vizsgálat, hogy egyetemű hol tanul. Lehet, hogy földkörüli vitorlás túrán van a család, és anyu tanítja, és minden egyes államban tanul egy-egy hetet, és utána lejön és hazajön és levizsgázik. A tanárnőm erről nagyon szépen beszélt, hogy a család nem működése okozza a gyerek bántalmazását, de én azt gondolom, hogy ezt tovább lehet gondolni. Ha én hazamegyek és megverem a gyerekemet, akkor minden bizonnyal az én családi életem az teljesen tönkrement. Valószínűleg az én is ugyanannak az áldozatnak a szerepében játszom, mert nem jól működöm. Ahhoz, hogy én eredményesen tudjak dolgozni holnap reggel, sikeresek legyenek a holnapi műtéteim, amit elvégzek, ahhoz nekem egy normális családra szükségem van. Nekem kell szeretni a gyerekemet, hogy ő viszont tudjon szeretni, és én működjek. Tehát, hogyha nem működik a család, akkor rossz lesz az emberek teljesítménye, és mindenki áldozat benne. És sajnos, hogyha a családok áldozatok, mindenki rosszul működik benne, akkor a társadalom is rosszul fog működni. Tehát azt gondolom, hogy a tünet az a gyereken lévő lila folt, vagy a comcsom törése, de az, hogy a dolog nem jól működik, az a mi problémánk. Hát akkor néhány szót ezekről a tünetekről, jelekről nehezen fogom tudni mutatni mikrofonnal, de próbálom mutatni. Ennek van talán egyedül értelme ebből a mai előadásban, sokkal többnek nincs. Ha egy csecsemővel találkozom, és a csecsemővel rámosolyogok, akkor ő vissza fog mosolyogni rám. Hát bűbájos és aranyos és kedves. Mindig szerettem ezeket a mikrofon állványokat, olyan vagyok velük, mint az ilyen rossz tár, de életemben nem tudtam őket használni. De mindig recseg. Szóval rámosolyogok aranyosan, szia, aranyos vagy, kedves vagy. És mit csinál a csecsemő? Visszamosolyog. Az a csecsemő, amelyik nem tud mosolyogni, nem mosolyog vissza, annak vagy folyamatos fájdalma van, amit nem csillapítunk megfelelően, vagy már megtanulta azt, hogy a felnőttől félni kell, mert már rossz tapasztalata van. Vannak a kisdedek, azok a 2-3 éves gyerekek, akik már megtanulták a világ legfontosabb kifejezését, nem. Mert tudnak egy másik nagyon fontos kifejezést, hogy de. Na, ha egy ilyen gyerektől úgy tudok vért venni, hogy ő nem sír, hogy ő nem akarja elhúzni a kezét, hogyha hagyja magát megvizsgálni, akár fájdalmas beavatkozást is elvégezni, aki nem dacol velem, az nem az életkorának megfelelően viselkedik, avval valami baj van. Vagy leukémia betegség miatt nagyon profi a vérvételben, és már ő mondja meg, hogy ezt a vénámat tessék megszúrni, mert ez kevésbé fáj, mint a másik. Ez is lehet, mert ő megtanulta, de akkor azért az ő nem teljesen egészséges az ő történet. A kamasz gyerekek mások. A kamasz gyerekeknél ők tudják pontosan, hogy ez a dolog nem egy helyes dolog, és hogyha szóba kerül ez a gyerek bántalmazás ügy, akkor bezárnak. Megszűnik a szemkontaktus, és hogyha bármit kérdezünk tőle, akkor azt mondja, nem történt semmi. Nem történt semmi. Meg is ismétli. Ha van egy ilyen beszélgetés, nekem volt valamikor egy ilyen lehetőségem, tartottam egy ilyen előadást, és elvesztettem ott középen a szemkontaktust 2-3 emberrel, köztük egy fiatal emberrel, nem nézett rám. Egyáltalán nem nézett vissza, és nem elaludt. Tehát aki elalszik, az persze fáradt, nem szabad őket felébreszteni, de az, akivel elvész a szemkontaktus, aki nem akarja ezt az egészet tudomásul venni, felállni nem akar, mert az mégiscsak ciki, kiderült nem sokkal később, hogy ő abszolút bántalmazott gyermekkorát élte, és így, amiket én mondtam neki, ebből mind egy ilyen aha élménye volt, és nagyon-nagyon rosszul élte meg. Amikor a szülő behozza a gyereket, vagy egyáltalán megjelenik vele az intézményben, nagyon sok dolog még kiderül. Amikor például beküldik a 6 éves gyereket, hogy menjél be a balesetiben, vizsgáljanak meg téged, az úgy nem stimmel. Tehát akkor, hogyha én a 18 vagy 20 éves lányom elmegy orvoshoz, szemészhez, szemüveget iratni, akkor elkísérem, hát mégiscsak nem menjen együtt be az oroszlán barlangjába. Hát én is egészségügyben dolgozom, tudom, hogy azért izgalmas ott a folyosón ülni. Pedig csak egy szemüveget írnak fel. Tehát ez egy nagyon jellemző probléma, hogyha a szülő nem úgy viselkedik, mint ami tőle elvárható, vagy a normális szokásokok között lenne. Abban az esetben, hogyha a szülő ugyan behozza, azt mondja, avval kezdve, na de tegnap benne az a vodában mi történt? Biztos ott benne az a bölcsödei gondozónő, a szomszéd. És egyből megvan az okozója, és valahogy hárítjuk és nyomjuk kifelé.
azt gondolom, hogy itt azért többen dolgoznak bölcsődében, óvodában, iskolában, ezt számtalanszor megélik. Ez segélykiáltás. Tehát amikor jön a bölcsőde vezetőjéhez, hogy de hogy került lila folt a gyerekemre, és biztos a másik gyerek volt az, aki verte, ezt annak kell fel, minthogyha egy jelzést kapnánk. Csak nincs rajta pecsét és faxszám és minden ilyen dolog, de ez baj. Ugyanúgy kéne neki segíteni. És minden olyan esetben, amikor az anamnézis, tehát a kortörténet és a valódi látható dolog között eltérés van, akkor az bántalmazásra utal. Ezek azok a bőr elváltozások, amik utalhatnak arra, hogy a gyereken sérülés van. Minden olyan dolog, ami a gyereknek a térdén, kezén, horzsolás, ilyesmi van, az teljesen normális, az belefér. Nincs olyan gyerek, aki ne lenne plezúr. Hát az a gyerek része. Na de itt hátul nem lehet megütni. Itt oldalt nem lehet lilafolt. A comb belső részére nem lehet ráesni. Olyan nincsen. Nincsen ötújú kilincs, vagy mindjárt mutatom a képet róla. Minden olyan helyzetben, amikor nem a frontális területen lévő lilafoltságot találunk, akkor fel kell merülni a gyanúnak. Lehet, hogy utána elmondják, hogy bemászott, pont ott ütötte meg, és egyszer véletlenül előfordult, de az udvaron szaladgálástól nincs az embernek a tarkóján lilafoltja. A nyakán nincsen folytogatás nyoma. Ez a gyerek, nem tudom hátulról mennyire lehet látni, aki különben halott, onnan lehet tudni, hogy sérülés van rajta, hogy itt a csípőtájékán, a bordátörőt, az áll alatt, a karján és a lábszárán vannak megragadások, lilafoltok. Ez a kalapszél szabály, ezt egészen jól lehet követni. Ott, ahol fedi az ember fejét valami, ott általában nem szokta beütni, ott ritkán van. Itt hátul még van úgy, hogy hanyatt esi és beveri magát a radiátorba, de a fejem tetejére ritkán szoktam esni. Persze, hogyha pont ráesik az üveg a fejem tetejére, ott is lehet sebb, de sokkal gyakoribb, hogy itt bántalmazás, koki. Nem tudom, hogy ki mennyire járt ilyen helyekre, edzésen, csak egy pici, de ott éri a sérülés. Ugyanúgy a háton, arcon, ami piros, az lehet a bántalmazás területe, ott az ember ritkán szokott a háttal esni. Stefan Ludwig, aki nekem tanított ezt az előadást, vagy ő adta oda a képeket, tőle származnak, ez a megragadás nyoma. Nem a kilincs, mert akkor vele szemben belül nincs egy másik nyom. Az a kéz, amikor megfogja. Ez a kus marad csendben. Fogd be a szádat. Kicsi gyerekeken, amikor nagyon zavaró a sírása, megpróbálják olyan diszkréten, anyuka a gyerek ennek először ide szája elé teszi a kezét, hogy ne hallatszódjon a sírás, vagy egy picit ide teszi, de még úgyis sír a gyerek, és akkor lecsúszik a kéz ide alulra, és így nyomja föl az állát. Ebben valójában a sírás ugyanúgy jön, de hogyha még egy picit tovább csúszik, akkor ezeket a puha lágyrészeket nyomja meg, és amint itt megnyomja, elhalkul a gyerek, tényleg elhalkul, de az azért van, mert a légutat szorítja össze, és a zárt légut mellett már tényleg nem lehet kiabálni. De ez folytás, ha magyarul beszélünk. A fül megragadása, nem lehet belehalni, de hogyha valaki megfogja a saját fülét és megmozgatja rajta a porcon a bőrt, akkor lehet érezni, hogy ez fáj. Kellemetlen, rossz érzés. A kutyának nem lehet a fülét bizergálni, mert azért harap. A macska is harap. Ezért biztos. A farkicájára nyugodtan lehet csomót kötni, de a fülével nem lehet játszani. Ellentétben a gyerekkel fülön fogva lehet vezetni. Én nem olyan nagyon régen láttam tanárnőt, aki hozta be a csuklótörő gyereket a fülénél fogva. Hát alig kaptam levegőt, hogy most mit mondjak, és kit hogyan próbálják irányítani, hogy jó, hogy behozta a kórházba a kartörő gyereket, csak nem biztos, hogy így. Minden olyan dolog, ami folytásra irányul, a nyakra irányul, az egy atavisztikus jelenség miatt, az életellenes érzést kelti az emberben. Bárkinek megfogják a nyakát, attól az az érzése támadhat, hogy ennek az életemre törnek, rosszat akarnak nekem. Amikor majmok voltunk, meg rókák, és valaki jött és a nyakunkat megfogta, akkor szétdobtuk a kezünket, hanyat feküdtünk, és hagytuk magunkat, döglöttnek tekettük magunkat, hogy ne bántsanak tovább. Ez a gyerek, aki különben éhen halt, onnan lehet látni, hogy bántalmazott is, hogy a fülét cibálták, és ott van rajta a lila folt. Szintén Stefan Ludwig anyaga, hogy különböző eszközöknek különböző lenyomata van,
hihetetlen módon a botnak két párhuzamos széle van, a bot széleinél vérzik be, ez a kanál lenyomata. Például az a történet, amit én nem tudtam, hogy van Magyarországon gyerekbántalmazás, kollégáim egyszer mutatták, hogy nézzem meg, milyen érdekes bevérzések alakultak ki egy gyereken, mert tegnap délután hozták az ambulanciára, nem találtak mögötte csontörést, de lefényképezték, hogy nézzem meg. Ránéztem, azt mondtam, hogy ez a Stefan Ludwig könyv, nézzétek meg, ez kanál. Visszahívtuk a családot, megkérdeztük, mi történt, tényleg kanalazták a gyereket. Nem lehet belehalni, csak nagyon fáj. Bőr alatti bevérzést okoz, és fájdalmat. Ez a kábel lenyomata, amikor nem két párhuzamos vonal van, hanem úgy szét meg összetartanak. És mindenki tudja, hogy ha egyszer beverte valahol a testét, kezét, lábát, fülét, akkor az először lila, majd zöld, majd sárga, majd barna, hogy a hemoglobin bomlása sorából adódik. Ha behoznak egy gyereket avval, hogy most esett le a lépcsőn, és a testszerte vannak foltjai, de ezek nem egyszínűek, hanem több színben játszanak, akkor márpedig ez az anamnézis nem stimmel a történettel, vagy minden nap leszokott esni a lépcsőn, vagy küzdősportot végez, de hogyha ez itt nem stimmel, ha csak most esett le, akkor itt valaki hazudik, vagy a lépcső volt olyan trükkös, és különböző időben tudja a hemoglobin bomlását tenni, de ez nem igaz. A csonttörések, nem tudom, hányan vannak itt egészségügyi dolgozók? Nagyon jó, akkor ez nekünk szól. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Ha már három csont törik, az csak 17%-ban van, de általában két csont törik. Mutatom a röntgen felvételt, ez talán egységes. Van friss humerus diafízis törése, felkar középső részén csonttörés, több törés kallusszal már az alkaron, sorozott bordatörések mindegyik kallusszal, itt van egy friss bordatörés, ezen nincsen csontheg, és van friss csigolya nyúlványtörés. Ez teljesen egyértelmű bántalmazás. Nem is kell tovább vizsgálni, ezt máshol a jogászok is elfogadják, hogy ilyen sérülést kombináció nincs. Lehet vonatgázolt, akkor mindenhol friss törése van, de az, hogy régi törés van és friss is egyszerre, az nem alakulhat ki, csak rendszeres erőhatástól. Az összes csonttörés fele egy éves kor alatt gyerek esetében, tehát csecsemőnél, az bántalmazás miatt jön létre. Ezért minden egyes járni nem tudó gyereknél lévő csonttörés esetén vizsgálni kell. Dániában az történik, hogy 3 évesnél kisebb gyereknél csonttörés van, 3 évesnél kisebb gyerekeknél a 30%-a bántalmazás miatt lőtt létre. Elindul az államigazgatási eljárás, és az ott lévő felnőttnek kell bizonyítani, hogy hogyan történt a baleset. Olyan nincs, hogy a gyerek ül benne a szoba közepén, és egyszer csak eltörik a combcsontja. Ilyen nem létezik. Valami erőhatásnak érnie kell, és akkor próbáljuk tisztázni, hogy mi az. A gyerekeknél, tehát járni nem tudó gyereknél ez a fajta combcsonttörés, ez attól jön létre, mert megcsavarodik a lába. Így. Csak a lábát fogták, és felemelték. Erre törik el a combcsontja. Ez a gyerek helytelen fogása, hiszen a gyereket így kell megfogni, ölbe kell venni, meg kell támasztani a fejét, de csak a végtagjánál fogva így nem lehet elkapni. Persze lehet olyan történet, hogy csúszott le az ágyról, vagy elestünk a lépcsőn, és épp hogy utána kaptam a lábának, és egyszer így, de akkor megvan a történet, de az, hogy bent fekszik a kis ágyban, és beakadt a kis ágy rácsai közé a lába, és a gyerek eltörte saját magának, ilyen nincsen. Minden gyereknek akadt már be a lába, a takaróba, a kis ágyba, és mit csinál ilyenkor a csecsemő? Sír. Mit csinál ilyenkor az anyuka? Oda megy, és leveszi a takarót, kiveszi a kis ágyból a lábát. Esetleg oda tesz egy ilyen kis szivacsot, hogy ne dugja ki a lábacskáját. De ez egy teljesen természetes, normális gyermekgondozási folyamat. Sajnos időnként elcsúszunk benne. Nagyon rendes, mindig eljön velem, és sokáig csendben van. Égés, forrázás, bántalmazás. Nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy mikor okozott az égés, és mikor véletlen. Mindenki égette már meg a kezét a forró kanállal, vagy a tűzhely mellett. Hozzáérünk, jön a fájdalom, elkapjuk. Épp ezért egy ilyen ívelt széle van az égésnek, ami véletlen égés. Mert elrántottuk a kezünket, elrántottuk a lábunkat, ott a hőhatás van. Ahol egyenes az égés széle, ha van határa, akkor ahhoz hozzányomták a kezünket, hozzányomták a hátunkat. Ezt abszolút bizonyító erejűnek kéne tekinteni.
az ember a fenekével, mindkét kezével, mindkét lábával nem ér hozzá egyszerre a forróhoz. Megyek előre, lépek bele a parázsba, akkor megégetem az egyik lábamat, lehet, hogy elesek, és utána máshol megütöm magamat, de egyszerre mind a két bokán zokniszerűen égés, csak akkor van, hogyha beletettük a gyerek lábát a forró vízbe. Ha pont egy szélén van vége, akkor a gyerek nem tudta kirántani a lábát, tehát valaki fogta a combocskáját, és belelógassa. Magyarországon rendkívül módon elítélik az önkielégítést, ez egy társadalmi hagyomány, szintén a katolikus hagyományaink miatt, ez a paráznaság veszélyével jár, hogyha a kisfiú megsimogatja a saját fütyét, pedig mindenki teszi, teljesen normális fiziológiai jelentség, hogy megismeri saját magát, egészen az, hogy egy kis forró vizet rá nem locsantanak. Így néz ki, soha többet nem fog játszani, se ő, se más. Amikor így elmondok egy előadást, akkor azért mindig felmerül a baj, hogy ez most bántalmazás vagy nem bántalmazás. Nagyon nehéz megkülönböztetni a dolgot. Próbálok rá mutatni két példát. Itt van egy gyerek, akinek a szeme körül ilyen kék-zöld-lila színben játszik a dolog. Mindenki tudja, hogy ez a frontobázis sérülésnek, tehát a koponyalpi törésnek a tünete bevérzik. Ráadásul már zöld is, tehát nem is friss. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ez a gyerek bántalmazott. Ha egy kicsit megnézzük a családját, akkor lehet látni, hogy az apja az egy hangosan beszélő, agresszív, mindenhonnan elkéső, mindig későn ér haza, egy ilyen agresszív személyiség. Anyuka egy feltűnően csinos, halkszavú, visszafogott nő. Hát lehet, hogy ő is bántalmazott. Hát ez egy elképzelhető történet. A másik lehetőség az, hogy ő az én lányom, amikor megnyerte az országos szinkronuszóbajnokságot, és elkenődött a szemfesték a szeme körül. Persze kétoldali, mert biztos mind a két oldalt jól behúztam neki. Nagyon nehéz összerakni ezt a dolgot, de ezt össze lehet rakni. Csak nem vettem meg, mégiscsak aranyat hozott haza, tehát ez egy nehéz történet. Ez a másik, ez egy orvosi kérdés, annyiszor volt már törés, hogy elgörbült a lába, persze vagy arról van szó, hogy minden héten eltörik a lábszárát, vagy osztályos imperfekta üvegcsont betegsége van, tehát könnyen törik, és akár magától is tört, vagy az egyszerű lépés közben is eltört. Hát akkor itt van az intézményi bántalmazás. Nagyon sokat beszélt róla Herczog Mari. Én azt gondolom, hogy mondok egy ilyen teljesen önkritikus történetet. Kórház. Kórházban, hogyha egy gyereknek infúziót kell kapni, ahhoz kell egy kis vénát biztosítani, branult be kell szúrni a kezébe. Vigyázni kell, hogy azon ne csúszson ki. De a legjobb az lenne, hogy amíg az infúzió lecsöpög, addig az anyuka ölbeveszi a gyereket, fogja a kezét és mesél neki a hét tengeri rabló kalandjairól, és azt a gyerek nagyon élvezi. De hogyha anyuka nem ér rá, hát akkor meg kéne kérni egy nővért, hogy ő fogja a gyerek kezét. De nincs ennyi nővérünk. Akkor keresünk önkéntes segítőket, nekünk minden nap dolgozik 2-3 önkéntes segítő a kórházban, az osztályon, de hát ha nem 3 infúzió van, hanem 8, és akkor nem tudunk mindenkit. Persze, akkor ki kell kötni a gyerek kezét egy ilyen kis rögzítőre, ha lehet, akkor ne ragasztó legyen rajta, hanem tépőzár, próbáljuk jól megcsinálni. De van, amikor ezt tényleg ki kell rögzíteni a gyereket az ágyhoz is, hogy úgy maradjon. Valószínűleg, hogy egészen addig, amíg az infúzió csöpög, addig muszáj kirögzíteni a gyereket így az ágyhoz. De hogyha ezt az infúzió lecsöpögése után nem oldom fel, hanem a gyerek egész este és éjszakára is kikötve marad, mert úgy a biztos, akkor biztos, hogy nem fogja magából kiszerelni a branült. Az egy eléggé komoly büntetés, és nagyon-nagyon megalázó helyzet, és hogyha valaki mostanában bemegy gyerekkórházakba, biztos, hogy talál néhány kikötött gyereket, aki fölött éppen nincs infúzió. Furcsa dolog, a szülő nélküli elhelyezés, amikor én elkezdtem dolgozni a baleseti kórházban, akkor egy héten 3-szor egy órára jöhetett be szülő a sterilitás jegyében. Nálunk most kicsit megváltozott a helyzet, folyamatosan bent táborozik mindenki, most viszont vannak szeptikus szövődményeink, nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van ennek az előnye, hátránya. Persze nagyon fontos lenne, hogy a szülő mindenhova be tudja kísérni a gyerekét a dologba. Én megpróbáltam legalábbis az ambuláns műtétekhez behozni a szülőket, mert milyen jó lesz, mert mindenki azt mondta. Hát egészen addig nem koppantak úgy a szülők, hogy dum, dum, dum. És amikor a műtőben már a negyedik szülő ájult el, akkor a műtősnők azt mondták, hogy jó, de hát ez így nem megy.
Nagyon jól működik a szülő behozatala, hogyha tudok neki külön ágyat, fotelt és a többit biztosítani, akkor működik. A várakoztatás, éppen én ma csoportos intézményi abúzus valósítottam meg, mert 130 gyerek volt éppen a mai délelőtti kontrollrendelésünkön. 4 rendelőt nyitottunk ki, amikor látszott, hogy ennyi gyerek jön, de így is volt olyan, akinek 2 órát kellett várni arra, hogy sorra kerüljön, és az ő panaszával tudjunk foglalkozni, ami nem jó. Az én dolgom az lenne, osztályvezetőként, hogy szervezzem meg, hogy előjegyzés, hogy időpont, még több rendelő, még több orvos, még több nővér, még inkább alkalmazkodjunk hozzá, mert nem jó egy gyereknek, kicsinek, nagynak egyaránt, hogyha órákat kell várnia. A fájdalomcsillapítás hiánya, mai napig nagyon sok beavatkozást teszünk fájdalomcsillapítás nélkül, erről órákat tudnánk beszélni, hogy milyen olyan technikák vannak, amivel ez elkerülhető, akár az intranazális gyógyszerbejuttatás, ami Európában nincsen törzskönyvezve, Ausztráliában, Amerikában működik, hogy orszprébe be lehet adni fájdalomcsillapító gyógyszereket vénaszúrás nélkül. Szintén intézményi bántalmazás, nem tudom mennyire tudja mindenki, hogy milyen híres Magyarországon a tornasport, meg a kínai tornasport, meg a japán tornasport. Érdekes módon a dán, meg a holland, azok nem olyan híresek. Az én lányaim járnak tornaedzésre is, és az egyesület tornatermében ki van írva, hogy szülő az edzésen nem mehet be. A kórház műtőjébe be kell menni, a tornaterembe nem. Iskolában csak egy-egy nyitott óra van, nem lehet bármikor bemenni, nem lehet megzavarni azt a folyamatot, ami ott történik, ki tudja, mi történik. Nem tudom, hogy önök, amikor iskolában jártak, önökkel biztos nem fordult elő, de velem néhányszor előfordult, hogy Tamás, ha rajzolgatsz, akkor menjél ki. Ha beszélgetsz, menjél ki. Puty, puty, puty. És néhányszor azért én töltöttem a folyosón az órákat, meg a napokat. Azért ember lett belőlem, vagy legalábbis valahogy leélem az életemet, de azt gondolom, hogy ez nem helyes. És nem akarok itt, biztos van itt pedagógus is, senkit sem megbántani, de ma Magyarországon van egy olyan per, ahol egy gyerek, aki a tornaórán beütötte a fejét, utána álmos volt a matek órán és elaludt, az hazaküldték az óráról, és amikor a gyerekek mentek haza, akkor bementek a boltba az anyukájához, neki mesélték el, hogy tessék elképzelni, milyen rossz volt az osztálytársunk, mert hazaküldték a matek óráról. Anyuka felkapta magát, gyorsan hazaromat megnézte, és ott találta a hányadékában meghalt koponyőri vérzett gyereket. Ezért sajnos most letöltendő szabadságvesztést kér az iskola 2 pedagógus ellen, a testnevelő tanár és a matematika tanár ellen a büntetőperben az állam, nem is a szülő, mert nem lehet gyereket hazaküldeni. Tehát ez nem egy pedagógiai megoldás, hogy őt kizárjuk a problémából. És minden olyan helyzet, amikor felmerül a bántalmazás, mi tudjuk, hogy ennek a gyerek helyében mi nem lennénk, és nem teszünk meg mindent azért, hogy ez a dolog megváltozzon. Nem küldjük el a jelentési kötelezettséget. Vagy én elküldöm a jelentési kötelezettséget péntek délután 2-kor, és visszajön a válasz, hogy hát mi már nem dolgozunk. Hát azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben ez egyértelmű intézményi bántalmazás, és most már az új törvények szerint, aki a foglalkozásának körében nem tett meg mindent, az elítélhető. Nem tudom, mennyire tudják, vagy hallották, médiát mondom, tehát semmiféle belső információt, hogy ez a bizonyos agárdi éheztetett gyerek gyermek házi orvosáról, aki tudta, hogy nem kap gyerekegészségügyi ellátást a gyerek, ő ellene most elindult az etikai eljárás. Egyet csak az orvosi kamara vizsgálódik, és aztán el is marasztalja. Az nagyon súlyos dolog, hogyha valakinek etikai problémája van, mert csak azonosítási számunkat vonják meg, és nem tudunk dolgozni. Eddig amerikai képeket mutogattam, most önt kérem szépen, hogy a most kivetített képeket ne filmezzen. Most engem lehet, de amikor kint vannak, azokat nem. Ugyan ki van takarva, de nehogy valaki felismerje saját magát. Ez 2010. június 14-e, ez a baleseti intézet sok tanítója, egy 11 éves fiú szemtelen viselkedett az apuka ő élettársával, meg azt hiszem, hogy kitörölte a telefonból, a SIM-kártyáról az adatokat. Ezért pedagógiai, oktatási célokból az igazsági orvos szakértő szerint igazolhatóan 75-ször a nadrágszíj csatos részével ütötte meg. Amikor leállt a légzése, vagy az akut fájdalom, vagy a vérzése sok miatt,
akkor előbb-utóbb előkerült a nagypapa is, meg az élettárs is, és némi várakozás után úgy döntöttek, hogy elkezdik újraéleszteni, meg hívják a mentőket is. Olyan élettel összeegyeztetetlen oxigénhiányos károsodásokat szenvedett, hogy ugyan még működő szívműködéssel beérkezett hozzánk, de ő meghalt. Furcsa módon intézményi bántalmazás, hogy mai napig nincsen jogerős ítélet ebben az ügyben, eltelt már néhány év. Furcsa módon intézményi bántalmazás, hogy ez a gyerek, hogy problémás volt, hogy egyéni nevelési igényei voltak, hogy itt már valami gond volt, az anyukája korábban meghalt, akkor volt egy jelentős személyiségváltozása az óvodában. Nem történt semmiféle segítségnyújtás. Az volt a segítségnyújtás, hogy a közeli iskolába nem járhat, hanem járjon egy másfél órával arrébb lévő speciális iskolába, ahol egyértelműen mondták a pedagógusok, illetve leírták a pedagógusok, hogy nagyon jó oktatási, tanulási, kognitív funkciókkal rendelkezik, tehát nem lenne szüksége a speciális iskolára, hanem viselkedés zavarai vannak. Érdekes módon a bírósági eljárásban, ugyan a bíró teljesen független személy, véletlenül elkövetett emberölés egy ilyen megállt tényállás, még a kiskorú veszélyeztetettsége sem merült fel, mert a kiskorú veszélyeztetettségéhez azt kéne bizonyítani, hogy ez rendszeresen történt. Tessék megnézni, zöld a térde körül az elváltozás. A zöld elváltozás az nem most jön létre, az régebben. Én tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy az, ahova ő járt iskolába, volt-e tornaóra, le kellett-e valamikor venni a hosszú nadrágot, és a rövid nadrág mellett miért nem vettük észre, hogy a gyereken vannak rendszeres bántalmazás nyomok. Hozzátartozik még a történethez, hogy az apuka új élettársa és annak két gyereke együtt nevelkedett. Mind médiából mondom, tehát az interneten megjelent cikkekből lehetett olvasni, és amikor ott meghalt az új élettárs, tehát az apuka mellett ez a harmadik halott, első anyuka, kicsi gyerek, második anyuka, akkor nagyon komolyan felmerült, hogy a még kiskorú élettárs gyerekének ez az apa legyen a nevelőapja, a nevelő szülője, mert hogy az ártatlanság vélelme alapján ő még nem követett el semmi hibát, és nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, szemét módon mi a média eszközeihez fordultunk, és megszellőztettük ezt a lehetőséget, és ezek után döntöttek úgy, hogy a 21 éves testvére lesz a gyámja, nem a valószínűleg feltehetően bántalmazó édesapa. Másik történet. Két hónapos gyereket házi orvos azért küldi be a gyerekklinikára, hogy biztos K-vitamin hiánya van, hiszen rendszeresen vérzik az ajka, a szája. Furcsa módon a gyerekklinikán én ott voltam egy másik miatt, és azt mondtam, hogy én szívesen megnézném ezt a gyereket, és kicsomagoltam. Levettem róla a pelenkát meg a bádit. Ez volt a rendkívül invazív orvosi vizsgálat, amit elkövettem. Lehet látni a popsiján, a popsi kenőcsön keresztül is, hogy lila meg zöld. Lehet látni, hogy harapásnyom van a hasán meg a karján. Ezek olyan minőségű harapásnyomok voltak, ami alapján igazságű orvos szakértő be tudta azonosítani, hogy ki harapta őt meg. Ennek a gyereknek utána elkészítettük a koponya CT vizsgálatát, ami mutatja a koponya törését, a koponya alatti szubdurális vérzést, és utána még a lábszál törését is igazoltuk. Semmi más nem kéne csinálni, mint a gyereket levetkőztetni. Furcsa módon gyermekklinika nyugalmazott professzora, így ilyen némileg már így kapaszkodva a járókeretében mondta, hogy de hát ez a propedeutika alapja, hogy le kell vetkőztetni a gyereket, de nem tesszük meg. Iskolában, bölcsödében, óvodában, egy csomó olyan alkalom van, amikor vetkőzik a gyerek, de a kórházban, az orvosi vizsgálat alapján le kell venni a ruhát. Másik történet, nevelőszülőnél helyezték el, a nevelőszülő nem bántalmazta, de a nevelő testvérek, azok igen, eltörték a karják, és ott vannak a kék-zöld lila foltok. Ez egy furcsa történet, hogy a gyermekvédelmi eljárás keretein belül hogyan kerülhet újra bántalmazást a gyerek. Valószínűleg, hogy ez nem egészen gyerekvédelem. Itt valami hibázik. Ez egy 4 hónapos csecsemő, akit azért vertek meg, mondták, hogy megszállta az ördög, siker belőle verni az ördögöt, el kell belőle üldözni. Vannak irritábilis gyerekek, vannak nyugtalanabbak, többet sírnak, vagy esetleg éhesek, most innen nem tudom megmondani, de ezeket a gyerekeket, ezt a gyereket meg is mondták, hogy ezért verték.
mi a gyermekvédelmi szolgálathoz fordultunk, kértük, hogy segítsenek, mert minden bizonnyal ebben a családban nem jó értékeket, nem jó tudást halmoztak fel, itt aktív segítségre van szükség, és hát az volt a válasz, hogy nincsen semmiféle esemény, hiszen nem akartak rosszat a gyereknek. Ez az én gondom. És akkor eljutottunk ide, hogy nem akarunk rosszat a gyereknek. Amikor eljön velem ez az aranyos gyerek, mindig megbeszélem vele, hogy maradjon szépen csendbe, és úgy viselkedjen itt, ameddig én beszélek. De hát marad csendben. De hát próbálom, hogy csendben maradjon, de nem marad csendben. És hát akkor egy picit marad csendben. Amikor egy picit megráztam titokban, és nem vették észre, akkor már bevérzett hátul a feje, de most már nem bírom tovább. Marad csendben. Ennyi kell. És ekkor bár bevérzik a koponyám belül a hídvén a szakadások miatt az agya. Megpróbálom a mese nélkül megtenni, de a legutolsó éppen utoljára shaken baby, tehát megrázott gyerek, az egy PhD disszertációt író kollégánk okozta, mert le kellett adni már a cikket, nagyon muszáj volt, és nem tudott mit csinálni, megrázta. Picit. Ő még akkor rázta meg, amikor marad csendben! Amikor még nem halt meg a gyerek, amikor csak kicsit eszméletlené vált, változott a tudata, és behozta hozzánk. És utána megcsináltuk róla az MR vizsgálatot, igazolta a koponyán belüli vérzést. Ő tudta, hogy bántalmazó. És tudta, hogy segítséghez kezd fordulni. Csak amikor otthon volt bajban egyedül a határidős feladatával és a kicsi gyerekkel, akkor ebben nem kapott segítséget. Nem lehet ma Magyarországon felhívni valakit, hogy ne haragudjanak, nagyon fontos dolgom van, tudnának vigyázni a gyerekemre? Gondolja végig mindenki a saját történetét, hogy amikor beteg volt, el kellett menni a másik gyerekkel, valami feladat volt, akkor mit tudott kezdeni avval a gyerekével, akivel éppen nem kellett volna semmit lépni? Vagy működik a család, apukám, anyukám, testvérem, nagynéni, nagybácsi, barátnő segít, de semmiféle állami lehetőség nincsen arra, hogy vigyázzanak. Én számtalanszor találkozom olyan gyerekekkel, akiknek balesetben sérül a családja, esetleg az a gyerek az nem sérül meg, és akkor nagy gondunk van, hogy mi legyen ebből a gyerekkel. A mentőautónál nagyon egyszerű, mit csinálok, beteszem a kocsiba, és elviszem vele együtt. De beviszem egy kórházba, pedig nincsen rá kórházi kezelése szüksége, és akkor van egy alternatív lehetőség, hogy mehet a csecsemő otthonba, meg a gyerek otthonba. Nem tudom, ki mennyire volt utoljára, én a Mettiben voltam nem olyan régen, vagy ki volt utoljára mondjuk az Alföldi utcában. Hát már inkább maradjon a gyerekosztályon nálunk, tehát annál még ez is jobb. Tehát amikor az ember bajba kerül, és nem ismeri el a tevékenységét, hogy ez egy ilyen nehéz dolog, akkor egy ilyentől ez már elég ahhoz, hogy bevérezze. Nem kell egy hihetetlen nagy dolgot csinálni ahhoz, hogy a shaken baby létrejöjjön. Még egyszer kérlek, hogy mutasd meg, és utána még egy ügyeskedünk. Amikor az apuka ezt játsza, mert hogy ezek itt mennek, és amikor elkapja, akkor is lehet egy olyan pont, amikor elkezd vérezni, és hátul elkezd villogni a feje. Na hopp! Na, most működött. Hány ilyen kép van, amikor azt látjuk, hogy játszunk a gyerekkel. Hopp, én nekem megy. És akkor ezek működnek. Nem tanítottuk meg a gyerekeinket, hogyan kéne tartani, ápolni, ügyeskedni velük. Maga a shaken baby, mint probléma, az, hogy nincsen külsőrelmi nyom. Van egy tudatzavaros, vagy légzésében zavarodott gyerek, és nincsen hiba. Nagyon egyszerű, Amerikában ezért van minden szakvizsgának, van egy olyan része, amikor szemfenéki vizsgálatról vizsgázni kell, és szemtükörrel meg kell tudni vizsgálni valakinek, a gyereknek a szemét. Hát ne tegye fel az a kezét, de gondolja meg végig neki azt, hogy ki tud szemfeneket vizsgálni itt sürgősségen, ügyeleten, mentőn dolgozó orvos kollégák közül. Van a megrázott gyerek szindrómának egy másik korfolyamata is, nem akarok nagyon belemenni, ami sejtszintű károsodást, ödémát okoz, ennek van további baja és problémája. Az alapvető fejsérülésen kívül a mellkas megragadásakor törhetnek a bordák. Ez egy MR vizsgálat, ami többszörös vérzést mutat. És hát ez a szemfenéki kép a túlcsásbevérzésekkel, ő az, akit megráztak,
és ő az, aki nem. Nekünk körülbelül 2 évvel ezelőtt volt egy gyerek, aki teljesen jól volt, csak a minden fejsérülésnél rutinszerűen kérjük a szemészt, hogy vizsgálja, és a szemész mondta, hogy szemfenéki bevérzése volt, utána elkezdtünk visszamenni, hogy mi történt vele, és kiderült, hogy mégiscsak volt egy olyan személy, akivel együtt volt 4 szem közt néhány órán keresztül, és ő utána meg is mondta, hogy meg is rázta. Ugyancsak megrázott gyereknek fordulhat elő olyan májsérülése, ez egy hasnyálmirigy szakadás, ami nagyon-nagyon ritkán van, illetve ezek a lamelláris végtagtörések, ahol előre-hátra csapódik a végtag, és úgy törik el. Ettől kaptam idegbajt, hogy őszinte legyek. Nem tudom, ki mennyire nézegeti az internetet. Idén nyáron elindult és megalakult a Magyarországi Orosz Baba Jóga Egyesület. Gyermekbántalmazás ellenes egyesület még nincsen. Van néhány őrült, akivel foglalkozik, de ezt hirdetjük, hogy 5400 forintért megtanítjuk, hogyan kell rázni a gyereket, és el is mondják, hogy az első néhány alkalommal hánynak. Hát a hányás az nem egy jó érzés, hát gondolja bele mindenki az utolsó gyomorrontására. Ezekben a helyzetekben számtalan végtagsérülés, számtalan nyakigerinc, koponyasérülés jöhet létre. Én nagyon szépen kérem, hogy mindenki a saját pici mezsijén próbáljuk tanítani, hogy ez nem a gyerek érdeke, ha van rá mód. Ha megengedik, még beszélnék néhány sót baleset megelőzésről, mert a bántalmazás az nem baleset, de maga a baleset az lehet elhanyagolás következménye, és ez engem sokkal jobban zavar, és azt gondolom, hogy az egyik nagyon nagy hibánk, hogy a balesetet, a gyerek balesetet nem tekintjük abuse-nak, illetve neglect-nek. Amikor a gyerek bokáját bekapja a küllő, biztos, hogy ma is volt itt az egészségházban olyan, akinek küllősérülés miatt kezelték. Ez azt jelenti, hogy a szülő nem gondolkodott előre, és mégiscsak súlyos károsodást okoz. Ha az én a munkám során mondjuk nem figyelek eléggé az autóvezetésnél, és neki megyek az ön bokájának, és azt eltöröm, és nyílt törés jön létre belőle, akkor azért engem valaki csak számon kér, hogy ugyan már miért tettem ezt. És nagyon meg kell magyaráznom, hogy nem figyeltem, nem láttam, nem gondolkodtam előre. És hogyha azt mondom, hogy nem akartam 10.000 forintot elkölteni az autóba fékre, és ezért nem, vagy visszapillantott tükörre, és ezért nem vettem észre önt, hát minden bizony azt fogják mondani, hogy hát irgum-burgum, legalább fizessek nagyon sokat, ha nem is ültetnek börtönbe, pedig biztonsági gyereküléssel megelőzhető. A magyar utakon a biztonsági gyerekülés az egy ilyen luxus, csak az elegáns autókban kell. A kutyaharapás az nagyon érdekesen alakul Magyarországon. A gyerekkori kutyaharapásokat 90%-ban saját kutyus okozza. Nem az idegen harapja meg, nem arról van szó, hogy majd be fog törni ide, és bemászik ide egy kutya, és majd megharapja az óvatlan gyereket. Óvodában nem harap a kutya, mert ott nincs. Ugye? És hát akkor itt van az én következő kedvencem. Eljön a nemségkárkot ezt a gyereket? Jó, jól fogjanak, jó. Hopp, hopp, sétálunk. Hopp! Na ebben a pillanatban mi történik? Amikor így kézben marad a gyerek, és így függeszkedik. Ez a kirántott kartszindróma, ha latinul mondjuk, akkor pronatio dolorosa infantum, köszönöm szépen. Így lógatja a gyerek a karját, hangosan sír, még esetleg hajlítani, meg nyújtani picikét lehet, de forgatni biztos, hogy nem lehet a kezét. A vasárnapi gyermektraumatológiai ambulanci ügyeletünkben behoztak 84 friss sérültet, és ebből 7 pronatio dolorosa infantumot szenvedtek el. 3 ismételt sérülést szenvedtek, én ügyeltem, saját tapasztalat, egészen friss. Arról van szó, hogy nem tanultuk meg, nem tanítjuk meg, hogy kicsi gyereknek karon fogva kell vezetni. Pedig a magyar nyelv is így fogja, hanem kézen fogva majd a barátnőmet fogom vezetni. Karon fogva a gyereket. Azért, mert porcból van még a felkarcsont vége, az orsócsont vége, és egy szallag ide be tud csúszni. Hát ezt kérem szépen tanítsuk meg. Bölcsödében, óvodában én szerintem azt a védőnőt, ahol pronatio dolorosa infantum előfordul, azt ugyanúgy gyerek bántalmazás ügyében el kéne marasztalni. Mert ő nem tanította meg. Voltam egy csomó védőnői előadáson, valaki már hallotta ezt az előadást tőlem, és egyszerűen nem megy át ez az információ.
Amikor kimegyünk a szülőhöz, akkor nem csak azt kell mondani, hogy vegyen Cosmo elleni sampont, meg vásároljon még 400.000 forintért szoptatós párnát, meg még milyen távszert lehet elkölteni, és még mitől fogok még kongresszusi támogatást kapni, hanem mi lenne akkor, hogyha megtanítanánk nagyon egyszerű, praktikus gyerekápolási trükkökre a szülőket. Mi rendszeresen adunk ilyen kis papírkát a szülőknek, hogy ne rángassák a gyerek karját, mindenkinek reponáljuk a pronációját, az ilyen papírra kapja az ambuláns lapot, ennek a hátoldalára. Azt szoktam mondani, hogy tessék hazamenni, tessék kitenni a hűtőre. Na a vasárnapi anekdóta történet az azt adta, hogy hozza az apuka a gyereket, lóg a karja, és hozza a papírt. Már megint ilyenje van, tessék megcsinálni megint. Ez ugyanaz, mint amikor viszem az autóba, szervízbe az autómat, hogy már megint elmentem vele a villamos sínekre, és már megint defektem van, viszem a gumishoz, hogy javítsák ki. Hát valahogy ez nem jól működik. Nem azért, mert fizetni kell, mint az autószervizben, hanem azért, mert a gyerek az egy önálló lény, őt nem lehet károsítani. Ugyanilyen történetek, ez nem is olyan messze, itt Gödöllő mellett történt, hogy egy 6 éves kislány és a 10 éves fiú elmentek vendégségbe, ott találtak egy puskát, és azt játszották, hogy lelövi a másikat. Lelőtte, pontosan a szemébe ment bele a töltény, nem is lát abban a szemével. Egész életére beteg lett. A 10 éves gyerek is beteg lett, a testvére, hiszen avval kell leélni az életét, hogy én vakítottam meg a húgomat. És amikor 44 éves születésnapjára találkoznak, és szembenéz a éppen boldog húgával, mert éppen születésnapi ajándékot kap, akkor látja, hogy ez a szeme azért ilyen kicsit furcsa, mert abban én belelőttem. Hol van itt annak a felelőssége, aki a fegyvert használja, meg tartja? 3 éves kislány segített betont készíteni apunak, és a betonkeverőt hátulról arrébb tolta. És beakadtak az ujjai, így kéri a 4 sütit. Nagyon jó ez a horgászat. Imádom a történetet. Ez a fiú is horgászott, hát a horog beleakadt az ujjába, majd eldugta a horgot, és 1 héttel később tűnt fel otthon anyunak, hogy ez a gyerekben van egy kicsi felesleg. És 1 hétig lehet otthon úgy lenni, hogy anyuval nem találkozik össze a kisfiú keze. Mindig lehetett úgy eldugni. Nem volt fürdés, nem volt evés, nem volt pakolás, nem találkoztunk az ujjával. Lehet, hogy láttuk messziről, hogy ott van a gyerek, ő is aranyos, biztos megvan leltástimmel, de nem számoltuk meg. Én nem tudom azt a tanácsot mondani, hogy minden este menjünk haza és leltározzunk. Én ezt a képet mutattam otthon a lányaimnak, és akkor egyik lányom, a kisebbik bejött, és azt mondta, hogy gyere apa, számoljunk. Majd gondos szülő legyek. De valahogy ennek valahogy a helyére kéne kerülnie, nem egyhetesen szeptikus állapotban kéne a horoggal megérkezni. Ez egy gyermekbarát játszótér biztonsági kapuja okozott új amputáció. Intézményi abuzusra példa. Ez a kedvencem kutyák. Nem harap a kutya másodszor, először csak egyszer. Másik kutya. Ez egy autó szélvédőjén kifejelt lány, akiből 84 üvegszilánkot vettünk ki. Ilyen security üveg mindenhol belemegy. Én nagyon boldog voltam, mert gyönyörű szépen el tudtam látni. Nagyon szépen meggyógyult. És nagyon-nagyon én tehát sebészként, orvosként sikeresnek tekintem. Egyes sebe sem gyulladt be. Felszívódó varratokkal, 8-0-ással, lupenagyítás mellett vartuk meg az arcát. Rendben van. Ez a kislány egészségesen leéli az életét egészen 15-16 éves koráig, amíg a többiek, mondjuk a fiúk nem azt mondják, hogy ő a ragyás arcú, akivel nem megyünk táncolni, akit nem hívunk el a buliba, mert az ő arcára nem jó puszit adni. Ezt a kislány végig fogja élni. 30 éves korában megint nem lesz olyan gond, mert akkor már lesz olyan pasi, aki akar neki puszit adni, meg már szült neki 3 gyereket, és boldogan éli az életét. De valamikor itt 5-6 éves korában elrontottuk a kamasz korának egy fontos időszakát, vagy legalábbis veszélyeztettük. Pedig veszélyeztetni nem szabad. Van egy ilyen törvény a magyar jogrendben, hogy aki a kiskorút nevelésére felügyeleti gondozás kötelezett személy feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, az büntettet követel. Ez 5 évig terjed a magyar jog szerint. Senkit nem ítéltek el még emiatt. Ilyen nincs. Megkérdeztem a bírókat, ők azt mondták, hogy nekik van egy olyan gondolatmenetük, hogy szerintük ismételtem,
nagyon súlyosan az általános normális társadalomban elvált a normális tevékenységektől eltérő tevékenységet kell végezni, akkor majd valósul ez meg. A törvényben nincsen benne, hogy ismételten és súlyosan. Az van benne, hogy veszélyezteti. A társadalmunk másképp értelmez bizonyos dolgokat. Tisztázni kéne, hogy nem a gyerek tehet róla. Mentős történetem, hogy anyuka otthon van együtt egy kicsivel, meg egy picivel. És akkor le kell mennie vásárolni, nem tudja vinni, zuhog az eső a két gyereket, ott hagyja a 6 évest, meg a 1,5 évest. Anyuka elmegy, lemegy boltba. 1,5 éves ordít, hogy anyu hol vagy. 6 éves úgy dönt, hogy megvigasztalja, és felemeli az ablakhoz, és ott kúcskálna kifelé. És akkor mit csinál a 1,5 éves? Hát megy az anyu után, ott van le, megismeri, kúszik utána. A 6 éves meg nem tudja elkapni. Kiestett az ablakon. Nem lett volna baj, csak a 9. emeleten volt. Csodák csodájára egy ilyen kihúzott napellenzőre, meg egy bokorra esett, túlélte. Tényleg csoda. Én azt hittem, hogy ebből egyetlen egy darab van. Idén tavasszal 11 magasból esett kisdedet hoztak hozzánk a kórházba. Koponyatöréssel, végtagsérülésekkel. Már a nővérek azt mondták, hogy a West Endből van az 1.0-as gyerek, a 2.0-as gyerek, meg a 3.0-as gyerek. A West Endben hiányzott egy korlátelem a mozgó lépcső mellett, és ott potyogtak ki a gyerekek. A 3. gyerek kiesése után a West End igazgatóság odaállított egy biztonsági őrt a luk elé, és ott állt folyamatosan, nevetséges volt, és mindenki rászóltak a szülőre, hogy fogja meg a gyerekének a kezét. Rám nem szóltak, hogy fogja meg a 14 éves vagy 13 éves lányom kezét, örömmel fogta meg, az meg hülyének nézett, aztán elmagyaráztam neki, hogy mi a története. De senki nem szólt rá a szülőkre, hogy ugyan már ön tehet róla. Ön miatt esik ki a gyereke. És az is egy megfontolandó dolog, hogy az anyuka, aki elment vásárolni, és ott kellett hagynia a két gyerekét, volt-e neki más lehetősége? Be tudja adni 2 órára bármelyik gyerekvédelmi intézmény, hogy vigyázzanak már rá. Be lehet-e menni ma egy óvodába, hogy kérem szépen, én otthon nevelem a gyerekemet, vigyázzanak rá, most 2 órára el kell mennem orvoshoz. Nem lehet, hát nincs beiratva, hát erre szó sem lehet róla, nem segítünk. Fel lehet-e hívni egy olyan gyermek jóléti vagy családsegítő szolgálatot, hogy jöjjenek ma ide, vigyázzanak 3 órára a gyerekemre. Van-e ilyenre lehetőség? Van-e olyan önkéntes segítő, aki bármikor, hát gond van, segítünk. Vagy a szomszédnéni jön át, de olyan, aki mondjuk képzésen részt vett, aki ismeri, hogy a gyerekkel mit kell tenni, megint csak mentős történet, szülők elmentek dolgozni, de a gyereket nem tudták bölcsőbe vinni, mert kötőhártya gyulladása volt. Persze nem mehet közösségbe, mert fertőz. Otthon hagyták, nem tudták kire bízni, rábízták a szomszéd fiúra. Szomszéd fiú odament, betette a mese CD-t akármibe, majd leült és készült a matek nem tudom milyen vizsgájára. És a gyerek teljesen jól el volt, elkezdte tenni a mosószer kapszullát. És amikor már elfogyott a doboz, és már hab jött mindenhol belőle, akkor tűnt fel. Rendkívül nehéz megoldani a légútját egy habzó gyereknek. Tehát úgy légutat biztosítani egy jól lévő gyereknek, akinek a tudata tiszta, de hab jön mindenhonnan, ő megfullad. Perceken belül az egyik legnehezebb gyerekmentős feladatom volt a habot megoldani egy gyerekből. Tehát óriási felelősség van a szülőkön, a szülők ehhez segítségre szorulnak. A szülőket tanítani kell, támogatni kell. 100 évvel ezelőtt, amikor együtt éltem a nagyszüleimmel, ismertem a dédszülőmet, akkor könnyű volt megtanulni, hogy mik ott a szokásjogok. Most ezt engem tanítani kéne erre, és nincsen szülőkiskolája. Épp ezért nagyon sok bad parentinggel találkozunk, amikor olyan helyre viszi a csibéit az anyuka, ahol van veszély, leselkedik rá, és amikor megtörténik a baj, akkor szétteszi a kezét, hogy erre én nem is gondoltam volna. Van ilyen parenting is, bad parenting, amikor bezárjuk a gyereket. Nem mehetsz el sehova, nem csinálhat semmit, nem tanítjuk meg közlekedni. Volt egy viszonylag nagy lány, 12 éves, aki mindenhova a szüleivel ment, és 12 éves korában úgy döntött, most már nagy vagy, és akkor mehetsz egyedül. És a nagy lány ott állt valami lámpa előtt, nézte a lámpát, és nem tudta, hogy most melyik jel mit jelent, és átment a piroson. És teljesen meg voltak döbbenve, elgázolták, és amikor már javult, akkor beszélgetünk róla, hogy hogyan mentél át mégis az úttesten, és mondta, hogy ő nem tudja, hogy mi a piros meg a zöld között a különbség. Mindenhova vittük, agyon óvtuk, védtük, féltettük. Ez volt az a történet, amikor én hazamentem, és megdöbbenve kérdeztem meg a gyerekeimet, hogy tudnak-e közlekedni a városban, mi egy faluban lakunk, és utána megdöbbentem, hogy az én lányom nem tudja a metrót.
Mert nem metróztattuk. Mindenhova vagy busszal mentünk, vagy autóval, de metró nem volt. És a következő hétvégén bejöttünk kötelező metró látogatásra, nagyon élvezték. Jobbra-balra mentünk föl alá. Egy vonaljeggyel elég. A társadalom felelőssége óriási. Ha kicsit bemegyünk a Google-be, és beütjük, hogy pediatric trauma prevention, 360 ezer találat. Hihetetlen mennyiség. Kimentem egyszer egy bölcsödét megnézni a feleségemmel Dániába, és ott beléptünk az ajtón, és a nyakunkba estek ilyen szórólapok, ilyen kifestőkönyvek, hogy a gyereket, az anyukát hogyan lehet találni. Megyünk Ausztriába, ekkora hatalmas, óriás plakát, egy gyerek fölött egy ilyen pofon tartó kéz, ezt a számot hívhatod fel, ha baj van. Nagyon-nagyon nagy a média felelősség ebben, és hát akkor ide jutottunk eddig a kis kanyarig, de lehet, hogy ezt nagyon sokan látták. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer, hogyan kéne tanítani. Az OGYEI, a Shaked Baby programja keretében csinált egy filmet. Gratulálunk! Isten hozott a szülők csodálatos világában. Csodás percek várnak, indulnál is menten. Álmok tengerével szerető szívedben. Mégse vágj azonban bele ilyen gyorsan. Van pár fontos dolog, vegyük is át sorban. Egy szülőnek nehéz mindig jól helytállni, néha kedved lenne szívből kiabálni. Megint sír a baba, ébren vagy több napja, ott állsz feldühödve magadra maradva. Lépj egyet hátra, dühöd ki, ne engedd, uralkodjon mindig a szeretet benned. A picit megrázni nagy butaság lenne, a fejükhöz képest kicsi nyakuk gyenge. Nagy veszélyben van ám az a kisbaba, az erős rázástól sérülhet az agya. Ha dühötten megrázod, aludni úgy se fog, csak ártani tudsz neki, és még jobban zokog. Súlyos belső vérzés, még halál is felléphet. Ha nem kap levegőt, akkor se rázd, kérlek. A rázogatással csak többet ártasz. Jobban teszed, ha segítségért kiáltasz. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd e mondást. Kisbabádat rázni nem az a megoldás. Amikor a kicsi csak nem hagyja abba, egy bőgőmasina senki sem tagadja. Naponta néhány órát majd minden baba sír. Jelezni másképp nem tud, beszélni csak így bír. Vajon éppen éhes, ingerült vagy fáradt? Néha szegény szülő bizony csak találgat. Nyugalom, csigavér, gondold át a dolgot. Lehet, hogy a nagy bajt azonnal megoldod. Próbáld merre tenni, tán enni akar. De néha ez sem segít, s úgy érzed, nagy a baj. Próbálkozz ilyenkor pár új ötlettel, vedd csak fel a harcot az ömlő könnyekkel. Még egy kis etetés, lehet, hogy el kell. Fázik? Melege van? Kényelmetlen neki? Masszírozgasd, mókázz, az megnevetteti. Bugyoláld be szépen, öleld a szívedre, vidd át egy sötétebb szobába, csendbe. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd e mondást. Kisbabádat rázni nem az a megoldás. Már próbáltad a cumit, hisz kérni nem tudja. Azt gondoltad, hogy ez lesz, ami megnyugtatja. Sétáljatok egyet, vidd ki a babát. Egy kis friss levegő neked se árt. Hogyha bármit teszel, és még sincs enyhülés, védj egy nagy levegőt, hisz kell a menekülés. Ne zárkózz magadba, hívj fel valakit. Rokont vagy barátnőt, nem számít, hogy kit. Panaszold el bátran, hogy mindez kiborít. Hívd a házi orvost vagy az ügyeletet. Védőnő vagy segélyvonal segítenek neked. Törékeny kis testében oly könnyen kár tehetsz. Keres segítséget, sok helyre elmehetsz. Nem azzal szűnnek meg szülői gondjaid, ha durván megrázod, s eltöröd csontjait. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd e mondást. Kisbabádat rázni nem az a megoldás. Én azt gondolom, hogy ez a film nagyon jól mutatja azt, hogy miként kéne tanítani. Nem azt kéne mondani, hogy ha megrázod a gyerekedet, akkor az meghalhat, és te pedig mész a börtönbe, és ott hogyan fognak téged megverni minden kedden és pénteken. Ez sokkal inkább azt mutatja, hogy hogyan kéne megtanítani. Én nekem az egyik legnagyobb eredménynek tartom a baleseti kórházban, hogy most már fél éve minden kedden és csütörtökön pénteken ez a film megy a folyosón. 5 éves a film,
azóta szerettem volna elérni, hogy ez mehessen, de most végre sikerült egy TV-t, meg egy DVD-t összerakni, hogy ez a dolog így fusson. Csodák már pedig vannak. Szeretnék egy honlapra felhívni a figyelmüket. Van ez a gyermekbántalmazás.hu, amit az Ogyei állított össze, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, mind a segítő szakma résztvevőinek. Csomó-csomó információ elérhető belőle. Nem is egészen statikus ez az oldal. Az Andráék rendszeresen tesznek fel rá új információkat, új közleményeket, új véleményeket, de egy biztos, hogy aki ezen keres, az fog találni olyan kontaktszemét, aki tud neki segíteni az éppen adott problémában. De keresni kell hozzá, tehát tényleg kicsit be kell ütni, és legalább egy 10 percet rá kell szánni. Én úgy gondolom, hogy a baleseti sebészeten már elkéstünk. Mert valójában a gyermek bántalmazás problémája az nem ott kezdődik, amikor a gyereknek eltört a combcsontja, vagy lila-zöld, vagy agyonverték. Akkor kezdődne, amikor mielőtt meg sem születik, avval, hogy az egészet a társadalomnak kellene megelőznie. Van egy olyan cikk, meg gondolatmenet, hogy csak azt számít gyerek bántalmazásnak, ami az általános szokásoktól eltér. Bizonyos helyeken, mondjuk Kínában, a gyerek nadrágján elő is hátul is van slic, és hogyha bármikor úgy gondolja, akkor kicsit félrehúzódik az úton, és odakakil. Ez szabad. És ez egy aranyos dolog, mindenki mosolyog rajta egyet, semmi probléma nincsen belőle. Magyarországon elfogadhatlan, hogyha 2 éves gyerek oda kakilne valahova, még megáll az autópályán, kiszáll és oda pisil valahova bokorba, ez úgy még előfordulhat. Gyereknél még előfordul. Időnként felnőttek is, de az már talán több, mint a szokás. De ez az, hogy mit lehet és mit nem lehet, ez tényleg egy társadalmi konszenzus kérdése. A jog az csak ezt követni fogja. Nekem egy érdekes élményem volt Ausztriában, ahol bocsánat, Olaszországban, ahol egy bevásárlóközpontban az ilyen bébi üléses dolgokon volt egy póráz. Egy tépőzáras madzag. 1 méter hosszú volt, és mentünk oda, nézegettünk, volt nálunk egy aranyos kicsi gyerek, az unokahúgom, beleültettük, oda jött a biztonsági őr, és megmutatta, hogyan kell használni a pórázt, az én csuklómra kell feltenni. Én nem mehetek a gyerektől 1 méterrel messzebb. Mert hogyha én elmegyek, a gyerek fel akar állni, és ki fog esni a baby hordozóból. Nem a gyereket kell belekötni a bevásárlókocsiba, az anyukát kell hozzákötni, vagy az apukát kell hozzákötni a bevásárlókocsihoz. Ez lenne az a szemlélet, amikor megváltozna a dolog, és nem lenne baby hordozóból kiesett gyerek. Ehhez nekünk kell megváltozni, és abban a pillanatban működni fog. El kéne érni, hogy a gyerekünkkel szemben nincsen saját felelősségünk. Mai napig van ez az örök vita, hogy a kórházban a szülő a saját felelősségre elviszi a gyereket, meg nem viszi el a gyereket. Meg a szülő majd beleegyezik, hogy gyereken végezzünk műtétet, vagy ne végezzünk műtétet. A szülőnek a gyerekkel gyakorlatilag csak nagyobb és több kötelezettsége van, mint az orvosnak, vagy a tanárnőnek. Hiszen leginkább a szülőre van rábízva a gyerek, ez a társadalmi konszenzus, és minden az a legfontosabb tevékenységem, hogy a gyerekeim felnőjenek. Operálhatok én nagyon szépen, beszélhetek nagyon sok helyen. Ha a gyerekemből haramia lesz, és vagy egy tönkrement, depressziós lelkű ember, akkor én megbuktam, mint ember. Akkor nem jól tevékenykedem. El kéne érni, hogy a gyerekkel szemben nincsen saját felelősségünk, csak kötelezettségünk. Így tudnám ezt összefoglalni. És nincsen kicsi bántalmazás és nagy. Ha én oda megyek, és önnek adok egy pofont, jó nagyot, az még a mi kettőnk dolga. Ha tudom, meg tudom adni a második pofont, az már az ön dolga is, meg az öné is. Mert amikor meglátta az első pofont és a csattanást meghallja, akkor is oda jönnek 20-an és megfogják a kezemet, akkor én már nem tudok többet ütni. Hogyha a gyereken lévő első lila foltot, az első kialvatlan gyereket, aki otthon a családi veszekedés miatt nem tudott figyelni a matek órán, elindulna az gyerekvédelmi eljárás. Leülnénk a családdal együtt, és közösen leülnénk, és átbeszélnénk, abban a pillanatban megtörténne az, hogy nem lehet tovább ütni. Mert a kialvatlanság miatt elindult a gyerekvédelmi eljárás. Megkérdezték a szülőt, hogy mit tett azért, hogy a gyerek nem volt kipihent. Nem számon kérni kell, mit segíthetünk. Ez egy örök fénykép, tudják, van ez a plusz játék nyerő automata, bedobok 200 forintot, és vehetek be egy plusz játékot, a gyerekünk az nem ilyen.
A szakemberek mindig azt mondják, hogy nem érünk rá, elfáradtak vagyunk, nem bírunk ebben foglalkozni. A rokonok, a szomszédok meg azt mondják, hogy nem a mi dolgunk. Pedig azt gondolom, hogy a szakembereké is és a szomszédoké is a mi dolgunk ez a dolog. Hatalmas kampányok vannak a világban éppen ezért. Ez egy ausztrál kampány, jobb, hogyha egy gyerek sír, mint hogyha meghalna. Tegyünk róla és vegyük észre. Mi a Baleseti Központ gyerekosztályán elkötelezettek vagyunk azért, hogy a gyermekbántalmazás megszűnjön. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a mai estét velem töltötték. Én nagyon szívesen bármeddig itt maradok, és nagyon minden kérdésükre válaszolok. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem akarja a saját gyerekét bántalmazni, és azonnal hazamegy, azt is maximálisan megértem. Köszönöm szépen a figyelmüket!